Sziasztok, ezúttal a VMN Podcast stúdiójában jelentkezem. Most az a kérdés, hogy milyen érzés volt nekem egy lánytestvér mellett felnőni, és hogy emiatt tájékozottabb vagyok-e nőügyekben. Megmondom őszintén, hogy kicsit bajban vagyok, mert nem tudok jó választ, nem tudok igazi választ adni erre a kérdésre. Azt tudom mondani, hogy nagyon jó volt egész gyerekkoromban, hogy van egy testvérem. Fiú vagy lány, most igazából mindegy is. Nagyon jó volt, hogy volt valaki, aki Vel meg megvolt ez a cinkos bizalom, még akkor is, hogyha hat és fél év korkülönbség volt köztünk, és nagyon sokszor már ő előrébb járt nálam, és más dolgok érdekelték, de mégis volt egy kicsit ez a gondoskodó vigyázás, ez nagyon jó volt, ez nem feltétlenül azért, mert lány, hanem mert a testvérem, aki idősebb nálam. Tehát erre nem tudok jó választ hogy milyen egy lány testvér mellett felnőni. Tájékozottabb vagyok, tájékozottabb vagyok-e nőügyekben. Hát ha arra gondolt itt a kérdés megfogalmazója, hogy mondjuk hamarabb találkoztam a menstruáció kérdésével, és ez ehhez hasonlókkal, akkor azt tudom mondani, hogy, hogy talán igen, bár ez nem volt nagy dobra verve, tehát hogy azért erről nem beszéltünk mi a családban annyira sokat, de nyilván láttam a különböző eszközöket, amiket használtak az édesanyám is, és ő is, szóval tudtam róla, hogy ő már, ahogy a családban fogalmazták, már nagy lány, de ennél többet erről a dologról nem tudtam. Ahogy, ahogy egyébként a, mondjuk a szexualitásról sem, mind, ez nem volt téma. Tehát ilyen szempontból nem tudtam többet a nőügyekről. Abban talán, hogyha erre irányult a kérdés, hogy mondjuk a szerelmi élet, de azt mondjuk férfira és nőre ugyanúgy igaz, az mondjuk amiatt ö, előbb bejött az életembe, amiatt, hogy hat és fél évvel idősebb nem, és már viszonylag fiatalon találkoztam ezzel a jelenséggel, hogy milyen az, hogyha egy lány randira megy, hogy hogy készül, hogy mi kérdeklik, hogy, hogy hallottam beszélgetéseket, mondjuk, hogy egy barátnőivel mit beszélnek meg, igen, ilyeneket hallottam, erről tudtam, ez talán egy kicsivel közelebb vitt engem ahhoz, amit általában ö, voltam elgibzonnak ez a elképesztően érdekesen furcsa filmje, ez a mi a nőnek, szóval, hogy egy talán az ember, hogyha egy lánytestvér mellett nő föl, egy picit jobban ráérez, hogy mi kellhet a nőnek. De, de még egyszer mondom, szerintem az, hogy valakinek testvére van, nem határozza meg a, a, a neme, hogy férfi vagy nő, teljesen mindegy. A testvéri kapcsolat volt az, ami, ami meghatározó volt, hogy nekem, nekem úgy, én úgy értem le a gyerekkoromat, hogy van testvérem, nekem ez meghatározta a gyerekkoromat, de igazából nagyon közel szerintem felnőtt korukban kerültünk egymáshoz, ebben persze közrejátszott sok minden az életünkben, például az édesanyánk korai halála. Úgyhogy, úgyhogy nem tudom, hogy megválaszoltam-e, kedves kérdező a kérdést, de ma én erre így tudtam válaszolni.